Most az előző adásban már említett Bábeli történettel utaznánk tovább a Szentírásban. Már múltkor felidéztük ezt a történetet, de biztos sokan nem emlékeznek rá, gyorsan újraolvasnám. Az egész földnek ugyanaz volt a nyelve és ugyanazok voltak a szavai. Amikor keletről elindultak, Sinár földjén találtak egy nagy síkságot, és ott letelepedtek, így szóltak egymáshoz. Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki. A tégla épületködgyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Aztán így szóltak. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égi ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön. Amikor az úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek, így szólt. Nézzétek! Egy népet ahakotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szájunk le és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét. Az úr tehát szétszórta őket, onnit az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, s onnit szórta szét őket az egész földön. Üspök, hogyha, miért kellett ilyen nagyra vágyónak lenniük az embereknek a toronyépítés közben? Miért nem szélettek szét a földön? Miért maradtak egy helyen? Miért akartak nevet szerezni maguknak, és milyen szándék húzódott meg a bábeli torony építése mögött? Mit jelképezhet ez a torony? Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A bábel tornya történet egy nagy sorozatnak a vége a Biblia elindul azzal, hogy elmondja a világ teremtését. Mégpedig azt, hogy Isten a világot jónak, szépnek alkotta. Ahogy újra és újra halljuk, látta Isten, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. És ezután elmondja a Biblia, hogy sajnos ez a gyönyörű isteni világ tönkrement. Mégpedig az ember bűne miatt. Elmondja először is az első bűnt, az első emberek bűnét a paradicsom kertben ami miatt az emberiség ebből az ártatlan állapotból, a bűn nélküli örömteli boldog állapotból, amit paradicsomnak nevezünk, kikerült, kiesett. És ezután elmondja a Biblia, hogy hogyan terjedt a bűn. Ez ahhoz hasonló, mint egy ilyen nagy lavina, ami beborítja az egész világot. Az első ilyen bűntörténet Káin és Ábel története, amely azt mondja, hogy az első bűnből, az ember szívében megszülető bűnből, Először is a családok sebződnek, megmennek tönkre. Káin és Ábel testvérek, egy testvérgyilkosság, gyűlölet, irítség története az övék. Ezután halljuk a vízözön történetét, amely azt mondja, hogy elharapódzott a földön az erőszak. Vagyis egy ilyen amorf egymással és az állatokkal, az élővilággal szembeni erőszakos viselkedést mutat be a Biblia. Ez a második lépcsője a bűn elterjedésének. A harmadik pedig a Bábel tornya történet, amely a népek közötti ellentéteket, háborúkat akarja szimbolizálni. Tehát ez egy sorozat, Káin és Ábel, a vízön és a Bábel tornya történet egyre nagyobb mértékben borítja el a világot a bűn. A Bábel tornya történet a népek közötti háborúkat, a szuper hatalmak, birodalmak kialakulását, leginkább pedig Babilonnak a megszületését jelzi ez a történet, annak a szuperhatalomnak, amely Izrael létét is fenyegette. Mintha a Biblia ezt ábrázolná, hogy Isten azért alkotta az embereket, hogy békésen benépesítsék a Földet. De ezt az emberek nem ilyen módon valósították, meg nem sok-sok nép testvérként Egymás mellett él a Földön. Ahogy mondja a történet, nem akartak szétszéledni, hanem együtt maradtak, hogy nevet szerezzenek maguknak. Ez kicsit azt akarja kifejezni, hogy szuperhatalmak jönnek létre. Nem szépen békésen egymás mellett élnek a népek, hanem egyes helyeken koncentrálódik a birodalmaknak az ereje. Ilyen nagy hatalom volt Egyiptom a Biblia korszakának a a bibliai időknek az, a kezdetén, és aztán leginkább Mezopotámiának két nagy szuperhatalma, az asszír, és később a babiloni birodalom. Nevet szerezni, tehát ezt jelenti, az ember hatalmat akart eh, magának, illetőleg a népének eh, megszerezni. Ahogyan az újkorban így nevezte magát a német, eh, nemzeti eszmét fölmagasztaló náci ideológia, hogy übermensch, ember fölötti ember, amelynek szinte joga van a többit eltaposni. Valami ilyesfajta gondolat látszik ebben a bibliai elbeszélésben. Az ember önmagát akarja minden más nyelv és nép fölé emelni. A babiloni tornyot, amelyet Nebukadnezár babiloni király építetett újjá, és kicsit szimbóluma az ő szuperhatalmának, ilyen kijelentéssel kezdte el újjáépíteni, hogy a torony vetekedjen az éggel. Mutassa meg az, hogy Babilon mindenek fölötti hatalom, minden népet eltaposhat. Az ő hatalmuk mindenek fölött áll. Talán, ha manapság írnák a Bábeltornya történetet, akkor ez lenne a címe, hogy New York felhőkarcolói szintén szimbólumai, ezek az óriási épületek az amerikai nép büszkeségének, annak, hogy a, a világ ura, a világ rendőre kicsit kifejezi az amerikai népnek a nyilván gazdasági erejét is, de a, ezt a fajta küldetés tudatot, mint az egész világnak a vezető kormányzó hatalmává kellene lenniük. Milyen érdekes most itt a a gondolat mellette ö, során eszembe jutott, hogy éppen a New York-i ikertornyokat érte a támadás is. Egy kis nyelvészeti kérdés motoszkál még bennem, hogy maga a szó Bábel, Babilon, jelentése akár nyelven Isten kapuja, viszont héber nyelven zűrzavar. Honnan ered igazából ez a név ki, és miért pont Bábelnek nevezte a várost is? Mit jelképez Babilon a Bibliában? Babilon városának a neve minden semit a nyelven ugyanazt jelenti. Bab azt jelenti, hogy kapu. Például Jeruzsálemnek a délfelé vezető kapuja, amit a keresztesek Jaffa kapunak neveztek el, arabul ezt a nevet viseli, hogy Bab al-Khalil, ami azt jelenti, hogy a barátnak a kapuja. Mégpedig azért, mert Ábrahámot a Biblia Isten barátjának nevezi, és délre van Ábrahám városa Hebron, e felé vezet az út ebből a Jeruzsálemi kapuból, ezért nevezik így a barátnak a kapuja. Bab tehát ezt jelenti, hogy kapu. El pedig azt jelenti, hogy Isten. Ahogyan arab nyelven Allah, Isten, vagy héberül él, vagy Elohim. Tehát Báb él, azt jelenti Isten kapuja. Az Istenek kapuja, vagyis az a hely, ahol találkozni lehet Istennel ahol szinte kinyílik az ég. Ugyanerre utal egyébként a torony templom is. Az égig ér, úgy gondolták, hogy szinte az Istenek leszállnak ennek a tetejére, és beszélnek az uralkodóval. Majd erre talán visszatérünk, hogy mi lesz a funkciója ennek az építménynek. A Biblia ezt a város nevet, hogy Bábel vagy Babilon, összeköti azzal a Héber szóval, ami azt jelenti, hogy összezavarni. Azonban ez a szó egy kicsit másképpen hangzik, Balál így hangzik Héberül. Ez egy úgynevezett népies etimológia, tehát nem a tényleges jelentése ennek a szónak, hanem csak egy hasonló hangzású szó, amelyel kapcsolatba hozza a Biblia ezt a városnevet. Nyilván annak kapcsán, hogy itt zavarodik össze a népek nyelve. Ezért köti hozzá ezt a szót, ismétlem nem nyelvészeti okból kapcsolódik a az összezavarás Bábelnek a nevéhez, hanem ez csak egy népies, hasonló hangzású szónak az ide kapcsolása a Bibliában. Sok ilyen népies etimológiát találunk a Bibliában, például Ábrahám nevét így magyarázza a Biblia, hogy sok nép atya leszel, sokaság atya, Abhamon, így hangzik Héberül. Nyelvészetileg Ábrahám neve nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy tiszteletreméltó atya, vagy, vagy ehhez hasonlóképpen lehetne lefordítani, magasságos atya. A bibliai ember azonban egyszerű módon, mivel hasonló hangzású volt ez a kifejezés is, hogy sokaság atya, így magyarázza Ábrahámnak a nevét. Eredetileg azonban a babiloni birodalom fővárosának a neve, tehát ezt jelenti Isten kapuja, az Istenek kapuja. Isten az emberek tervébe közbeavatkozott, hogy ne valósíthassák meg mindazt, amit magukban elgondoltak a szeretett törvény ellen. Isten eszköze itt a nyelvek összezavarása volt. A mai időkben is tapasztalhatunk ilyen látható módon történő isteni közbelépést, hogyha az emberek a bűnútjára lépnek? Isten az embernek szabadságot adott. Ez azt jelenti, hogy az ember döntheti el azt valóban, hogy mit tesz és mit nem. Nem Isten irányítja az emberek akaratán döntéseit. Nem akadályozta meg, hogy Stálin vagy Hitler azokat a borzalmakat végbe vigye. Csak a kommunista diktatúra a 20. század folyamán kb. 100 millió halálos áldozatot követett. Az Isten ezt nem akadályozta meg. Engedi az ember szabadságát még akkor is, ilyen rettenetes következménye van. A náci népírtásnak, az Auschwitz-i haláltábor és a többi haláltábor szörnyiségeinek kb. 6 millió áldozata volt. Isten nem állította meg az örmény népírtást sem, ami szinte egy teljes népnek a megsemmisülését eredményezte. Sajnos nem állítja meg Magyarországon a éppen csak megfogant, még meg nem született, ártatlan, védtelen kisgyermekek elpusztítását, amelyek szintén 6 millió áldozata van mostanáig. Vagyis Isten ilyen módon nem lép be a történelembe, nem avatkozik közbe, a szörnyűségeket nem akadályozza meg, mert az ember szabadságát tiszteletben tartja. Azonban valamilyen módon mégiscsak a Teremtő Isten jelen van, a világban. Elsősorban azáltal, hogy adott a világnak egy gyönyörű rendet, harmóniát. Ahogyan Ozeás profét a könyvében olvassuk, az úr útjai egyenesek. A gonoszok elbotlanak rajtuk. Mint ha azt akarná mondani itt a Biblia, hogy Isten beletteremt a világba egyenes utakat, vagyis isteni gyönyörű törvényeket, egy rendet, és ha az ember görbe úton akar járni, akkor nagyon hamar falba ütközik. Nem azért, mert Isten ostorral áll az ember mögött és megbünteti. Engedi az embert az Isten maga útján menni, hanem azért, mert magának a világnak, a teremtett világnak van egy objektív rendje, egyenes utak, amiken, ha az ember görbén akar menni, akkor falakba beleütközik. Ezeket az egyenes utakat egyébként az ember nagyon jól tudja és érzi a a lelkeméjén, a lelkiismeretünk hangjában. Az ember nem is tud másképpen gondolkodni. Mindenki arról meg van győződve, hogy erkölcsös, idegen kifejezéssel fair módon kell élni. Ez mindenkinek kötelessége. Bele van írva minden emberi lélekbe. Éppen ezért, ha mondjuk két ember felszáll egy autóbuszra, és egy hely van, akkor nem az erejüket mérik össze jó esetben, hogy ki az, aki oda leüljön, hanem érvelni kezdenek. És mind a kettő valamilyen módon megpróbálja majd megmagyarázni, hogy milyen logika alapján, milyen fair szabály alapján illeti őt az a hely, mert ő az idősebb mondjuk, vagy ő szállt föl előbb. Mindenkinek a fejében az van, hogy a szabályok szerint kell élni, fermódon módon kell viselkedni. Az emberi élet ahhoz hasonló, mint egy nagy foci meccs, ha ezt a hasonlatot akarnánk használni, amit C.S. Lewis is használ, nem úgy küzdenek az emberek, ahogyan esetleg mondjuk az állatok a puszterreiket összemérik. Az emberi élet az vitákkal van tele, ahhoz hasonló, mint a foci meccs, amelynek vannak szabályai. Van a focipályának vége, van szabadrugás, szögletrugás és sok minden más, enélkül a foci meccs elképzelhetetlen lenne. Éppen így az emberi életben is szabályok vannak. Mindenkinek a fejében vannak erkölcsi törvények, igazságok, és ezek alapján épül föl az emberi társadalom, az emberi beszéd, az emberi dialógusok, erről való viták, illetőleg megegyezések. Ha a lehető legliberálisabb embernek, aki a Földön él, azt mondanánk például, hogy Afrikában van egy törzs, ahol kisgyermekeket kínoznak, megölnek, akkor abban a pillanatban azt mondaná, hogy oda kell menni, ezt meg kell szüntetni. Ilyet sehol senkinek nem szabad tenni a Földön. Vagyis a lehető legliberálisabb ember is úgy gondolkodik, legalábbis éles helyzetekben, hogy objektív törvények vannak, és ezek a törvények mindenkit köteleznek. Bármilyen a kultúrája, a szubjektív véleménye, objektív, mindenkire kötelező törvények mégiscsak léteznek. Vagyis van egy isteni rend, és ha az ember ezzel szemben él, akkor falnak ütközik. Ezt látjuk egyébként akár a mai nyugati kultúránknak a válságában. Ha mai ember azt gondolja, hogy ő például a házasság szentségét elveti, nem akar se elköteleződni, se egy életen át hűségesen, nagy lelkűen szeretni, hanem könnyedén akarja az életét megoldani, vagy nem akar gyermeket vállalni, mert nyilván az is egy nagy elkötelezettség, odaadás, nagy lelkűséget kíván, bőkezűséget. Igen, gyakran a mai emberből ez kicsikét hiányzik, magára gondol, hogy az én életem legyen lehetőleg kényelmes. Ha így él, a mai nyugati ember, akkor a kultúránk lassan elpusztul. Egyszerűen fizikailag is elfogyunk. Működésképtelenné válunk. Ilyen értelemben úgymond büntet az Isten. Ha rossz irányba megyünk, akkor falnak ütközünk. Nincsen jövő. A múltban is ezt látjuk, hogy nagyon sok nagy kultúra elpusztult, mert letért Isten egyenes útjáról. Annyiféle ábrázolást lehet látni <coughs> különféle művészeknél a Bábeli toronyról, Úgy elgondolkodtam, hogy milyen is lehetett ez a torony, magas, karcsú, széles, erőteljes, mi volt, illetve mi lett volna a toronynak a funkciója? Az ókori keleten sok ilyen torony templom épült, tehát nem csak Babilonban volt, például Úrvárosában, de sok felé. Az egész termékeny félhold, illetőleg főleg mezopotámia történetén, Kis-Ázsiában voltak ilyen hatalmas torony templomok. A bábeli torony, amelyet Etemenánkínak neveztek el, ami azt jelenti Ég és Föld alapjának a háza. Vagyis az a hely, ahol az ég és a föld összeér. Az a torony, amely az ér, ami az eget és a földet összeköti. Ennek a toronynak a magassága, legalábbis ahogyan újjáépítette, nem király, ez kb. 91 méter magas volt, ezt nagyjából tudjuk. A leírásokból, illetően a toronynak a romjaiból is. Ez egy nagyon széles torony volt, amire egy lépcső vezetett föl. Tehát széles alapja és lassan e, egyre keskenyebbé váló torony, de nem ahhoz hasonló, mint egy templom torony, hanem sokkal inkább, mint mondjuk egy hatalmas háromszög vagy góla, ilyesfajta módon kell ezt a tornyot különböző lépcsőkkel e, elképzelni. A toronynak a célja, az elsősorban a tetején levő épületből tűnik ki. Hérodotosz történetíró írja le a babiloni toronytemplomnak a kinézetét, fölépítését. És hát innen tudjuk azt, hogy a toronytemplom tetején volt egy gyönyörű szép szoba, amelybe úgy tartották, hogy maga az istenség leszáll. És ezért ott volt egy arany ágy és egy arany asztal, amelyre az istenség le tudott pihenni, le tudott ülni. És a Toronytemplomnak a fő szerepe az a babiloni év ünnepén történt. Akitónak hívták ezt az ünnepet, októ, illetőleg hát az ősznek a kezdetén volt a különböző években, a mai hónap számítástól időnként eltérve, ahogyan a, a zsidó naptár is a hold járásához igazodik, így változott ez az ünnep is. Tehát ez egy évkezdő. Ünnep volt ilyenkor Babilon királya fölment a töröntemplom tetejére, és belépett ebbe a szobába, ami egyébként gyönyörű, kék színű, volt drága kövekkel, aranyjal ezüsttel kidíszítve. És ott úgy tartották, hogy maga az istenség leszáll, és beszélget a királlyal. Egyébként a régészeknek az a gyanúja, hogy a templomnak a legmagasabb helyé levő szoba alatt, tehát ahol ez az esemény történt, voltak érdekes járatok, ahonnan lehetett füstöt, fényt és hangokat is bejuttatni ebbe a szobába, tehát tényleg a király azt gondolhatta, vagy lehetett ilyen benyomása, mintha az istenség lenne ott jelen. És amikor az uralkodó lejött, akkor a népnek kihirdette a következő évi programját, teendőit, amiket az Istenség neki átadott. Ez néha volt templomépítés, vagy valami fajta építkezésnek a megkezdése, de általában és főként háborúkat hirdetett ki, hogy abban az évben melyik nép ellen indít háborút. A babiloni birodalom egy állandó háborúban álló birodalom volt, az egész ismert világot meg akarta hódítani. Rengeteg népet eltaposott, földön futóvá tett. Babilon környékére deportálta a népeket, Valóban, Babilon környékén egy bábeli zűrzavar volt. Nagyon sok nyelv, nagyon sok nép, akik nem értették egymás nyelvét. Erre is utal nyilvánvalóan a bibliai történet. Az egész esemény mögött, az egész bibliai történet mögött az a meggyőződés, az a tanítás áll, hogy a babiloni birodalom úgy gondolta, hogy maguk az istenek, választották ki őket arra, hogy a világ urai legyenek, hogy minden népet meghódítsanak. Ami egy nagyon gőgös, önző, az Isten és a, az emberi törvények elleni gondolat. És hát emiatt a, a nagyképűség és gőg miatt azt gondolták, hogy fel vannak hatalmazva arra, hogy más népeket eltapossanak. Ők úgy gondolták, hogy szinte az Istenség nevében az ő parancsára hódíthatják meg a világot. Minden új évkor ezért hirdették meg az újabb és újabb háborúkat magának az Istenségnek, Marduknak a nevében. A Biblia pontosan ezt akarja tanítani, hogy ha egy nép a többi fölé emeli magát, ha azt gondolja, hogy ő az Übermensch, az ő kultúrája értékesebb, neki joga van a másikat eltaposni, akkor a népek nem értik többet egymás nyelvét akkor jönnek a háborúk. A nyelvek úgymond összezavarodnak. Az egyik nép nem érti a másikat. Egy zseniálisan mély mondani valója ez a Bibliának. Tulajdonképpen megmagyarázza a háborúk, a nemzetek, a nyelvek közötti meg nem értésnek a mélyebb okát. A legmélyebb ok a nemzeti gőg. Egyes nemzeteknek, illetőleg egyes diktátoroknak a nemzeteket egymás ellen fordító sátáni gőgje.